kell megijedni, csellengő gyerekeket igazoltatunk most, úgyhogy semmi probléma is. Hogy hívnak? A nyíregyházi autóbuszállomás környékén járőröztek a rendőrök kedreggel. Tanköteles diákokat ellenőriztek, akik iskolaidőben az állomáson tartózkodtak. A hatóság csellengő elnevezésű akciója még 2012-ben indult, azóta folyamatos a vármegyében. A cél az, hogy senki váljon bűncselekmény áldozatává, illetve ne is kövessen el bűncselekményt. Ezt a programot nem egyedül valósítjuk meg, ebben a vármegyében lévő kapitányságok is közreműködnek, illetve a vármegye kormányhivatal igazságügyi és gyámügyi főosztályának a munkatársai, illetve a kapitányságunként a helyi család és gyermekvédelmi központoknak a dolgozói is segítenek a munkánkban. Nyilván fontos, hogy ők is ellen legyenek, hiszen sokszor nekik ügyfeleik ezek a diákok, illetve tudják, hogy azonnal miket cselekedni. Minden hónapban 2-3 csellengő akció is van a városban, a tapasztalat azt mutatja, szükség van rá, hiszen mindig találnak 1-2 diákot, akik igazolatlanul maradtak távol az iskolától. A fiatalok nem magukban csellengenek, általában 2-3 fős csoportokban vannak, valamint volt már arra is példa, hogy más vármegyéből érkeztek Nyíregyházára iskolaidőben. A rendőrök és a szakemberek először megkérdezik, hogy miért nincsenek iskolában, majd igazoltatják is őket. Mi kell? Egy igazolvány. Csak ellenőrizzük a rendszerben. Nem csak az állomáson, hanem a közterületeken, plázák környékén is járőröznek a rendőrök. A diákoktól orvosi vagy szülői igazolást kérnek, ezzel bizonyítva, hogy miért nem mentek aznap iskolába. Abban az esetben, ha nincs ilyen papírja a fiatalnak, akkor 2 dolgot tehet a rendőrség. Az általános iskolás gyerekek esetében nyilván gyerekkorúról beszélünk, ilyen esetben nem lehet az, hogy most megtaláljuk valahol a városban, és ott hagyjuk magára, és majd tájékoztatjuk az iskolát, hogy akkor találkoztunk vele. Gyermekkorúként gondoskodnunk kell arról, hogy visszaszálljuk az iskolába. Fiatalkorú esetén az már egy másik kategória, ekkor már nem intézkedik a rendőr úgy, hogy most visszavisz az iskolába, hanem jelzéssel ülünk az iskola vezetése felé. A diákok nagyon kreatívak, ha meg kell magyarázni, hogy miért nem mentek iskolába. Sokszor azt mondják, hogy betegek, de nincs orvosi igazolásuk, vagy elengedték őket korábban, hivatkoznak arra is, hogy valamiért nincs aznap iskola, de sokan azt állítják, továbbtanulás céljából jöttek Nyíregyházára és új intézményeket keresnek. Néhányszor van igazság alapja ezeknek a válaszoknak, de jellemzően a megkérdezett diákok fele igazolatlanul maradt távol az iskolától.